Köszönöm. Minden meccs fontos. Boldogak vagyunk a győzelem miatt. Voltak nehézségünk a meccs alatt, de jól oldottuk meg. Jól játszottak a fiatalok. And then I cannot say any more in Hungarian. I hope you understood a little bit, but I must put a lot of credit for Kosamislenyi. I think they did a very good game. You have seen during the season that they played some good periods in the game and they made it difficult for us today. We were not on the right path, but still we managed to get a victory, and that's the most important thing. And a lot of players did some good things, you know, a little bit here and a little bit there, and then we have Annette who played a strong game all 60 minutes, and that's very important when you play a team like this and is able to score from almost no angle from the wing. So it's pretty cool. Thank you. Hát először is szeretnék gratulálni a Kozánisnak, mert tényleg nagyon jól játszottak, és nagyon jól küzdöttek, főleg, hogy 9-10-zel is vezettünk, de akkor is visszakapaszkodtak, és voltak nehéz pillanataink, de tényleg, amit az elem mondott, hogy a két ponta volt a legfontosabb, amiért mi eljöttünk, és megyünk tovább, és jövő héten egy nagyon fontos mérkőzés vár ránk. És szeretnék további sok sikert kívánni a Kozánisnak. Hála Istennek, hogy ki tudtuk harcolni, hogy ennyi nagyszerű néző és ekkora közönség előtt tudtunk játszani, és nagyon szépen köszönjük nekik ezt a fantasztikus hangulatot, hiszen ugye a két szurkolótábor nagyon jó kapcsolatot ápol egymással. Szeretnék gratulálni mindenképpen a Fradinak a győzelemhez és a magyar válogatott játékosoknak, hogy kiharcolták az olimpiai részvételt, mert ez a mi sportágunknak egy fantasztikus dolog, hogy mind a két csapatunk kint van az olimpián, és ezért nagyon hálásak lehetünk nekik. A mérkőzésről pedig annyit, hogy tanultunk egy kicsit az őszi menetrendből, hiszen ott volt egy 3 hetes válogatott szünet, és ott azt gondoltuk, hogy elég lesz a kemény edzés, és elvesztettük a sportformánkat. Mindenki megmondhatója, hogy azért itt nem pihenünk, attól függetlenül, hogy eldőlt a sorsunk, de nagyon keményen dolgozunk, és mindent megteszünk, hogy nagyon tisztességesen és becsületesen zárjuk a bajnokságot. Nagyon büszke vagyok a lányokra, mert odaadóan játszottak, és megpróbáltak mindent megtenni. A visszarendeződésünk kiváltképp egy ilyen nagyszerű csapat ellen nagyon jól működött, és a fiatalok is nagyon szépen szálltak be a mérkőzésbe, és egy újoncot sikerült ismét avatnunk Honik Hanga személyébe, egy újabb saját nevelésű játékost, és hát nagyon remélem, hogy a Fradinak sikeres lesz itt az elkövetkezendő bajnoki fordulója, illetve sok sikert kívánunk nekik a Bajnokok Ligájára. Köszönjük szépen! Hát én is először gratulálni szeretnék a Fradi csapatának. Úgy gondolom, hogy védekezésbe, támadásba tudtuk teljesíteni, amit a Laci kért tőlünk, és fantasztikus hangulatot csinált a közönség, és ezt szeretnénk nekik megköszönni.